A világunk tel is tele van csodálatos látnivalókkal és történetekkel, és ha csak egy kicsikét jobban körbe tekintünk, akkor elképesztő embereket láthatunk, akik ezen a földön élnek. Legyen szó olyanokról, akik valamilyen betegséggel élnek együtt, vagy azokról, akik képesek teljes életet élni végtagok nélkül, a mai videóban látható emberek története teljes mértékben lenyűgöző, és akár még inspiráló is lehet egyesek számára, valamint ez ismét segíthet néhány embernek abban, hogy rájöjjenek, hogy a saját problémájuk mennyire jelentéktelen. Ezért a mai videóban összegyűjtöttem nektek 10 lenyűgöző embert, akiről még valószínűleg soha nem hallottatok. Ha még új vagy ezen a csatornán, akkor mindenképp szállj néhány másodpercet arra, hogy feliratkozz, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket, és ha ez megvolt, akkor még most nyomj egy lájkot erre a videóra. Bobby Martin. A legtöbben úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy valaki élsportoló lehessen, egy teljes és egészséges test szükséges. Nos, a paralimpia bebizonyította, hogy ez teljes mértékben nem így van, de egy olyan sport, mint az amerikai foci, még mindig kérdéses lehet ebben a témában. Végül is ez egy kemény sport, ahol egy játékosnak képesnek kell lennie a labda passzolására, az ellenfelek leszerelésére, a blokkolásra és a gyorsfutásra is, aminek hallatán sokan úgy gondolhatják, hogy ez az a sport, ahol az ember mindegyik végtagjára szükség van. Nos, Bobby Martin biztos nem értene egyet ezekkel az emberekkel. Bobby testének alsó fele egy vele született betegség eredményeképpen egy az egyben hiányzik. A fiú soha nem adta fel az álmait, és még lábak nélkül is sikerült bekerülnie az iskola foci csapatjába, ahol kiváló módon teljesít. Bobbynak nem csak a végtagok hiányával kellett szembenéznie, hanem azokkal az emberekkel is, akik megpróbálták a fiú sportolói karrierjét kettétörni azzal a kijelentéssel, hogy a fiú nem maradhat a foci csapatban, mivel lábak nélkül az előírt védő felszerelés csak egy bizonyos részét képes felvenni magára. Szerencsére ezek az emberek is időben észbe kaptak és engedélyezték, hogy a 93 cm magas fiú továbbra is a csapat tagja legyen. Bobby az első szezont 48 szereléssel fejezte be, ami egy elképesztő teljesítmény egy ilyen kemény sportban egy olyan embertől, akinek nincsenek lábai. Claudio Vieira. Képzeld el, hogy milyen lehet úgy születni, hogy képtelen vagy mozgatni a kezeidet és a lábaidat. És most képzeld el azt is, hogy a teljes világot fejjel lefelé látod, mivel a fejed teljesen másképp nőtt ki, mint egy átlagembernek. Claudio Vieira születésekor az orvosok azt tanácsolták a szülőknek, hogy jobb, ha halálra éheztetik a fiúkat. Ez a rendkívül elszomorító és undorító orvosi tanács annak az eredménye volt, hogy Claudio nem úgy nézett ki, mint a többi átlagos csecsemő. Az úgynevezett artrogrifózis nevű rendellenességgel együtt született brazil férfinak az összes ízület és porca szervezetében egymáshoz van tapadva, valamint a feje a háta irányában fordítva nőtt ki. Szerencsére a szülők soha nem fogadták meg az orvosok tanácsát, és mint minden normális ember teljes odaadással és szeretettel nevelték fel a fiúkat. A férfi otthon a térdén közlekedik, de az utcán már nem ilyen egyszerű a helyzet, mivel Claudio a teste alakja miatt képtelen tolószéket használni. Claudio még a nehéz helyzet ellenére sem adta fel, amire jó bizonyíték, hogy a férfi könyvelőként dolgozik, valamint rendszeresen motivációs beszédeket tart a világ minden pontján. Victoria Wright. Mindenki jól tudja azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol rendkívül fontos az, hogy hogyan is nézünk ki. Gondolj csak bele, hogy az életed során mennyi időt töltesz csak azzal, hogy jól nézhess ki, és megfelelj a modern világ és a nevetséges magazinok által belénk táplált ideálnak. Sok fiatal az utcára sem mer menni, ha felbukkan egy-két pattanás az arcán. Nos, lemerem fogadni, hogy Victoria egyik kívánsága az volt, hogy bárcsak a legnagyobb problémája az lehetett volna, hogy pattanásos az arca. Victoria az úgynevezett cherubizum nevű betegségben szenved, ami miatt ennek a nőnek kihívások sokaságával kellett szembenéznie a teljes élete során. Orvosok szerint a nő feje olyan hatalmasra nőtt, hogy az jelenleg egy bowlinggolyó tömegével egyenlő. Az angol lány kijelentette, hogy rendszeresen gúnyolták a kinézete miatt, és a legtöbben csak Buzz Lightyear-nak hívták az iskolában. Victoria mindezek ellenére is pozitív tudott maradni, és a kozmetikai műtéteket sem vállalta el, amik segíthettek volna neki abban, hogy egy nap átlagosan nézhessen ki, mivel úgy gondolja, hogy semmi értelme azért a kés alá feküdni, hogy mások szeressenek és elfogadjanak téged. Amu Haji. Minden átlagos ember legalább egyszer megfürdik egy nap, ami a modern világunk higiéniai szokásainak egy alapvető része. De talán te sem gondoltad volna azt, hogy egy lelki sérülésnek köszönhetően valaki képes teljesen feladni a mindennapi tisztálkodást.
Nos, a 80 éves iráni Amuhaji az elmúlt 60 év során egyszer sem fürdött meg. A férfi a szabadban teljes magányban él, de elmondása szerint a mai napig keresi az igazi szerelmét. A férfi az étkezései során is inkább a romlott húst és zöldségeket eszi meg, mintsem azokat, amik frissek. A férfi kikapcsolódásképpen a pipáját szokta elővenni, amit dohány híján állati ürülékkel tölt meg. Az elhangzottak ellenére a férfi boldognak tűnik, és nem akarja feladni ezt az életvitelt, és még azon turisták elől is elmenekült, akik felajánlották neki, hogy megfürdetik őt. Mohamed Kalim. Csak gondolj bele abba, hogy mekkora szükséged van a kezedre annak érdekében, hogy egyetlen napot túlélj. A kezed nélkül nem tudnál vezetni, a billentyűzeten írkálni, sőt a telefonodat sem tudnád a kezedben tartani, miközben ezt a videót nézed. A legtöbb ember testfelépítése hasonló. De vannak emberek, akiknek rendkívül kicsi a kezük, és vannak, akiknek hatalmas, de átlagosan nézve ezek hasonlóak és ugyanúgy működnek. De mi a helyzet Mohamed Kalimmel? Ezt a fiút sokan csak úgy ismerik, mint a világon a legnagyobb kezű ember. Az évek során a fiú keze egyre nagyobbra és nagyobbra nőtt egy úgynevezett makrodaktilil nevű betegségnek köszönhetően, ami egy idő után a fiúnak a teljes életét megnehezítette. A fiú nehézségei mellé még hozzáadódott az is, hogy a falu többi lakosa az ördög gyermekeként bélyegezte meg Mohamedet, és iskolába se járhatott, mivel a tanárok úgy gondolták, hogy a fiú kezeinek a mérete megijesztheti a többi gyereket az iskolában. Szerencsére a fiú nemrégiben átesett néhány műtéten, ami segített a fiú kezeinek a méretét lecsökkenteni. Deepak Paswan. Ha el kéne képzelj egy átlagos embert, akkor mit látnál magad előtt? Valószínűleg valakit egy fejjel, egy testtel, két kézzel és két lábbal, ami érthető, mivel egy átlagos ember így néz ki. De ha most esetleg azt mondanám, hogy létezik valaki, aki 8 végtaggal született, akkor lehet, hogy felmerülne benned a kérdés, hogy ez hogyan is lehetséges. Végül is azok az emberek, akiknek több testrésze van a kelleténél, általában csak a mesékben és a filmekben léteznek. Egy indiai származású Deepak Paswan nevű fiú 8 végtaggal született, aki egészen pontosan 4 karral és 4 lábbal látta meg a napvilágot. Az emberek első ránézésre azt gondolták erről a fiúról, hogy annak valaki beszorult a hasába. Deepak az ikár testvérével összenőve született meg, aki nem fejlődött ki teljesen. Nem meglepő módon ezt a fiút rengetegen bántották és cikizték a növekedése során, és a legtöbb ember csak az ujjaival mutogatott rá, amint meglátták az utcán. Deepak 8 éves korában átesett egy operáción, ahol sikeresen eltávolították a hasából kinövő végtagokat. Meglepő módon a fiú teljesen normális életet él, és az édesapa elmondása szerint Deepak még az idősebb testvéreit is képes leelőzni futás közben. Quyen Hung Young. Azután, hogy hallottál arról a fiúról, aki 8 végtaggal jött a világra, most egy olyan lányról lesz szó, aki összesen 2 végtaggal éli az életét a 4 helyett. Quyen csak 4 éves volt, amikor mindkét lábát elvesztette egy autóbaleset során. Egy szegényes és kietlen környéken élő lányról lévén szó, Quyennek sajátos módszerekkel kellett megküzdeni a végtagjainak az elvesztésével. A lány megtanult járni a kezeinek a segítségével, és rendkívül találékony módon még egy kosárlabdát is használ a testének az alsó részére helyezve, ami segít neki az egyensúlyozásban. Quyent emiatt a legtöbben csak a kosárlabda lányként emlegetik. A lány 10 éves korában műlábakat kapott, hogy az segítsen neki a járásba, de ez nem állította meg őt, hogy olyan dolgokat érjen el, mint bármelyik más teljesen egészséges ember. Quyen egy évvel később csatlakozott a helyi úszócsapathoz, ahol napi 4 órán keresztül edzett a társaival. A kemény és kitartó edzésnek meglett az eredménye, mivel a lánya kínai nemzeti úszóbajnokságon az első helyen végzett, ami nem az egyetlen dobogós helyezés, amit a lány az évek során megszerzett magának. Ennek a lánynak a története nem csak lenyűgöző, de bebizonyítja azt is, hogy semmi sem lehetetlen. Mandy Sellars. Ha követed a csatornát, akkor megvan az esélye arra, hogy láttál már képeket Mandy Sellarsról. Mandy születésekor az orvosok teljesen ledöbbentek, mivel a nő lábai egy átlagos csecsemő lábának méreténél nagyjából 5-ször nagyobbak voltak. Mandy egy furcsa betegségben szenved, ami a nő lábán található csontokat és szöveteket hatalmasra növesztette meg, aminek eredményeképpen a nő felső teste teljesen normális méretű, míg az alsó teste elképesztően hatalmas. Az orvosok megállapítása szerint Mandy alsó teste egymagában is meghaladja a 95 kg-ot. Az elmúlt évek alatt Mandy betegsége egy gyulladáshoz vezetett, aminek köszönhetően a nő lábának egy részét amputálni kellett.
Az amputáció után még az orvosok is megdöbbentek, mivel a nő lába a műtétet követően még az eddigieknél is gyorsabban kezdett el nőni. Mandy olyan gyógyszereket kezdett el szedni, amik még csak kísérleti stádiumban voltak, de szerencsére ezek a gyógyszerek segítettek a nő lábának méretét 30%-kal lecsökkenteni. Az orvosok nem tudják előre megmondani, hogy ezek a gyógyszerek mennyire lesznek hatásosak a jövőben, de Mandy nem adja föl, és a mai napig egy rendkívül pozitív emberként éli a mindennapjait. Juliana Wetmore. Az egyik legfőbb dolog, ami segít abban, hogy valakit felismerjünk, vagy felismerjenek minket, az nem más, mint az arcunk. Juliana Wetmore-nak már a születését követően hatalmas kihívásokkal kellett szembenéznie. Juliana egy úgynevezett Treacher-Collins szindrómában szenved, aminek az eredményeképpen rengeteg csont hiányzik a lány fejszerkezetéből. A lány koponyáján egészen pontosan 40%-kal kevesebb csont található, mint egy átlagos ember koponyáján, aminek eredményeképpen a lánynak szinte nem volt arca, viszont az agya és a teste többi része teljesen normálisan működött. A családnak nem csak a lány rendellenességével kellett szembenéznie, hanem azokkal a szörnyű emberekkel is, akik azonnal elkezdtek gúnyolódni vagy szörnyűködni, amint a lányt meglátták. A közösségi médián megjelent egy olyan poszt is, ami leírta azt, hogy valószínűleg jobb lett volna ennek a lánynak, ha elaltatják őt rögtön a születése után. Mindezek ellenére a kislány soha nem adta fel és kitartóan küzdött azért, hogy egy normális életet élhessen. Jonathan Pitre. A bőrünk a legnagyobb szervünk, és gyakran hallhatjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk a bőrünk ápolására. Jonathan Pitre szülei rengeteg időt töltenek a fiúk bőrének ápolásával, mivel ez a fiú egy rendkívül ritka bőrbetegségben szenved. Jonathan az úgynevezett epidermolízis bullóza nevű ritka betegséggel együtt született, ami a fiú életét rendkívül fájdalmassá teszi. A fiú bőre a legkisebb súrlódástól is azonnal elkezd besebesedni és hámlani. Nos, ebből eredően a fiúnak a különféle fertőzésektől is félnie kell, valamint meg kell barátkoznia azzal a ténnyel is, hogy az ebben a betegségben szenvedők a 20-as éveik során általában bőrrákosok lesznek. Ennek eredményeképp a fiú jelenleg őssejttranszplantáción megy keresztül annak reményében, hogy ez talán segíthet a fiú betegségének az eltüntetésében, és így talán Jonathan egy nap normális életet élhet majd. Szerintetek melyik volt a legkülönlegesebb ember ezek közül? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!